Jó hírek a napsütés kedvelőinek, rossz hírek a pollenallergiásoknak. Köszöntöm az M1 nézőit, Fejős Ádám vagyok. A tartósan száraz időjárás ugyanakkor a pollenszemcséket sajnos nem mossa ki a levegőből, nincs mi kimossa, hiszen az eső lenne az, ami segíthetne a parlagfűre érzékenyek helyzetén. Ugyanakkor egy anticiklon húzódik be ide a Kárpát-medence közelébe, tőlünk északra lesz, éppen ezért a peremén a keleti, majd később délkeleti áramlások alakítják időjárásunkat. Ezek a szelek pedig száraz levegőt hoznak ide a Kárpát-medencébe. Kevés fátyol, illetve gomoly felhő azért előfordulhat ma napközben is, de kiemelten itt a keleti, délkeleti Kárpátokban errefelé esetleg egy-egy kisebb zápor mutatóban nem kizárt, de másút egyértelműen száraz marad a levegő, kristály tiszta lesz az ég, úgyhogy mindenképpen ajánlott szabadtéri programot tervezni, természetesen csak akkor, hogyha nem vagyunk nagyon érzékenyek a parlagfű pollenjeire. Ami a hőmérséklet alakulását illeti, a tegnapi naphoz viszonyítva pár fokkal visszaesnek a csúcsértékek, de fázni nem fogunk, hiszen többnyire a délutáni órákban 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A következő néhány napban is, és ma is arra számíthatunk, hogy kora délután, valamikor egy óra felé az UV-sugárzás továbbra is megerősödhet, tehát az erős kategóriát meghaladhatja, így a bőrvédelemre is fontos lesz figyelnünk, amennyiben érzékeny bőrtípussal rendelkeznek, akkor mindenképpen erre majd figyeljenek oda. Kedden és szerdán melegebb lesz, 1-2 fokkal erősödik a nappali felmelegedés, és ez a folyamat folytatódik majd csütörtökön, pénteken is és szombaton is. A hétvégén megvan az esély arra, hogy a legmelegebb órákban ismét meglegyen a 30 fok, tehát visszatér a nyári időjárás, viszont nagy lesz a napi hőingás, tehát csípősebb reggeleket követően nagyon gyorsan melegszik a levegő. Ilyenkor egy kicsit nehéz felöltözni, úgyhogy azt javaslom önöknek, hogy jól variálható, de réteges öltözetben induljanak el a reggeli órákban. Hazánk barlangokban gazdag térség, ezért azok mikroklímájának kutatása, majd a barlangterápiás lehetőségek vizsgálata hamar megkezdődött, sőt, a gyógybarlang kifejezés is hozzánk kapcsolódik. A magas páratartalom miatt a barlangokba bejutó porszemcsék leülepednek, így az úgynevezett aktív barlangokban, ahol körülbelül 100% a relatív páratartalom, a levegő mikrobiológiai szempontból sterilnek tekinthető. A barlangok klímája nem csak a légzőszervi betegségek ellen ajánlott. A karsztos barlangok aeroszolja magnézium és kálcium ionokban gazdag, így gyulladás csökkentő hatású, a sóbarlangok gyógyító ereje pedig közismert fertőtlenítő hatása miatt. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!